A víz témájához kapcsolódik a Kunidomokos Múzeum idei pedagógiai programja. A sorozat az év elején indult, akkor a múzeum paleobotanikai, geológiai gyűjteményen keresztül találkozhattak a gyerekek a vízzel. A második alkalommal a tatai vízimalmokat ismerhették meg az iskolások a Német Nemzetiségi Múzeum épületén, vagyis a Nepomucénusz malmon keresztül. A víznek a következő arculata pedig az egész város történetet magában foglalja. Itt most a várral foglalkozunk, mégpedig abban a vonatkozásában, hogy hogyan védi meg a víz a várat, a várépítészet. Általában tudunk beszélni, a korszakról tudunk beszélni, és főleg azt próbáljuk a gyerekeknek szemléletessé tenni, hogy hogyan változik meg a várnak az arculata, mint lesz a kiemelt királyi nyaralókastélyból, egy virágzókorból, a késő középkornak a nagyhatalmi Magyarországából, hogyan lesz egy török háborúk által sújtott helyszíne Európának, a vár arculata is átalakul, és a várnak a külső védművei például ugye ekkor alakulnak ki, és hát ott is fontos szerepet kap a víz, a vizesárok, de a tó maga is ugye Zsigmond királlyal függ össze, hiszen ő álmodta meg így ezt a várat, hogy olyan legyen, mint a pompás itáliai vízi várak. És sor kerül egy új játékra, itt mindig meg kell újulni egy kicsit, úgyhogy most is ezt történik. Kidolgoztunk egy új feladatot, ez egy összerakós feladat, aminek az elemei a várnak a mozzanatai tulajdonképpen, fogalmak, tárgyak. Az összes fogalomnak a birtokában össze tudunk rakni belőlük egy újabb elemet, és akkor így kibontakozik a vár alaprajz. A Fazekas utcai iskolában már régóta foglalkoznak az osztályok a város történetével, főként a Tata tantárgyon keresztül. A múzeumnak ráadásul mindig jó kapcsolata volt az intézménnyel. A gyerekek szeretik, és ez a négy részes sorozat így meg még külön kellemes és érdekes, és nagyon szívesen jönnek. Ez már a harmadik alkalom, amikor jöttünk, és még majd áprilisban lesz egy, és remélem, hogy meg is nyerjük a vetélkedőt, mert mindig sikerült, és nagyon lelkesek a gyerekek, tehát én örülök neki, hogy van ilyen lehetőségünk. A múzeum munkatársai folyamatosan azon törik a fejüket, hogy a gyermekekkel hogyan lehetne megszerettetni Tatát és magát a múzeumot. Ehhez pedig mindig új és új programokat dolgoznak ki.